Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videómban. Köszöntelek tiéket, és mindenkinek csodás napot szeretnék kívánni. Szerintem lesz most itt dráma, veszekedés, szakítás, csalódás, meg minden. Ugyanis az előző ilyesfajta videó nagyon, de nagyon tetszett nektek. Most is ugyanarról a csatornáról fogunk videókat megtekinteni. Hogyha esetleg valaki nem vágná ezt az egészet, ennek a csatornának az a lényege, hogy feleségek, illetve barátnők, akik kételkednek a párjuk hűségében, felkeresik ezt a csatornát, és szegény ártatlan párjuknak egy csapdát állítanak beépített nőkkel, akik elkezdenek velük flörtölgetni. Na és hát itt akkor az a kérdés, hogy vajon engede a kísértésnek, és hagyja a párjuk, hogy flörtöljenek vele, vagy pedig sem. Az előző ilyen videóban egy srác azt is letagadta, hogy barátnője van. Hát nagyon, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mit fognak számunkra tartogatni. Na de akkor derítsük is ki, és akkor itt is van a barátnője. Azt mondja, hogy borzalmasan érzi magát, hogy ezt az egészet megcsinálja, és hogyha a srác átmegy a teszten, akkor el sem fogja mondani neki, és titokban fogja ezt az egészet tartani. Hogyha pedig elbukik, akkor nagy valószínűséggel ki fogja dobni őt. Direkt a srácok egy olyan beépített lányt választottak, akinek hatalmas hátsója van. De értitek, mennyire gonosz már ez az egész? Így szegény srácban egyre nagyobb lesz a kísértés, de hát reménykedjünk benne, hogy hűséges lesz a barátnőjéhez. Hey, are you a personal trainer here? No. Hoppá, hoppá! Figyeltétek azt? Ezt felírhatjuk neki már plusz pontnak, jegyzeteljetek! Oda lépett hozzá a csaj, a srác pedig hátra lépett egyet. Hűséges lesz ő a barátnőjéhez. You look so familiar. I work out here a lot, probably. I can tell. Mondja, hogy nem személyedző itt. You do too, he probably. De sokat szokott edzeni. I don't know, I saw you and I liked your body, so maybe we could do. I know it sounds crazy, but. Az a baj, hogy kezd elsüllyedni ez a hajó. A csávó, mint egy kicsikét zavarba is jött volna. I was thinking maybe we can like be workout buddies or. Yeah, I mean, I'm here like 5 times a week or so. Okay. De figyeljetek, ez még amúgy nem jelent semmit. A csajszi megkérdezi tőle, hogy lehetnének-e edző pajtik, a srác pedig természetesen belemegy. Értitek? Csak együtt edzenek, hát nincs ebben semmi olyan. A csaj egyszerűen mindent bevet. Mondja neki, hogy megfoghatja a fenekét meg minden. De a csávó az ellenkezik. Hűséges lesz, nézzétek csak meg. Oh really? Well maybe we can, I don't know, maybe we can come together and give me your number and. I probably shouldn't give you my number. I'm married, so. Jó! Hogy nem is barátnője van neki, hanem felesége. A csajszi elkéri a csávótól a számát, de a csávó az nem adja meg neki, mivel felesége van. Ott is van! Well, I mean, she doesn't have to know. What? My wife? Yeah, well, it's just like we can és be careful. Figyeljétek amúgy a feleségének a reakcióját, hogy mennyire boldog, hogy nem adta meg a férje egy full idegen nőnek a számát, de értitek, a csajszi pedig próbálja folyamatosan puhítani, nem kell a feleségednek tudnia róla. That's probably inappropriate. So. Really? I think it's. I think it'd be fun. What time do you come usually? A csávó az már indul el onnan és ott hagyja a csajt. Na látjátok, hűséges! A csajszi pedig még folyamatosan próbálkozik, hát ha belesétál a csapdába. Like I said, good to meet you. Ott is van! Átment a tesztem! Végre! Ez a harmadik videó, amit láttunk, és ő az első, aki sikeresen átment a teszten. És nézzétek meg a feleségét, hogy mennyire elérzékenyült. Vagy várjatok már, hogy mi? Mindjárt felrobban az agyam! A csaj sír, mert meg van lepődve, hogy házas a pali. Várjunk csak!
Szóval nem ő a felesége, hanem házas a Pali, de erről a csaj nem tudott, és ő csak a barátnője? Vagy mégis mi folyik itt? Hát csak nem, remélem, hogy ezt csak én találtam most ki, és nem ez az igazság. Was he wearing a wedding ring? So that's one of the things. He was wearing a wedding ring. We don't know if he's really married. He was just saying that. De igazam volt. A csaj az a barátnője, és most tudta meg, hogy a Palinak van egy felesége. Hallod, mi ez az egész? I mean, I don't know. Part of me feels like he kind of. És nem azért sír. Én először azt hittem, hogy mennyire büszke rá, hogy nem csalja meg. De közben most derül ki, hogy végig hazudott a nőnek, de várjatok már! Mi van akkor, hogyha azért mondta azt, hogy házas, mivel így akarta lekoptatni a csajszit? És a barátnőért tette ezt? Aztán lehetséges, hogy ezt csak én akarom belelátni, és menteni akarom csak a srácnak a bőrét, és itt ügyvédeskedek. We also think that's part de a csajszi az nagyon-nagyon összetört. Or he doesn't tell me about it. Yeah. Like he actually has it, but it's like filled with his fucking family. Well, he kind of did that. Hát de lehetséges, hogy rád értette, mert téged akar feleségül venni, és tudjátok, közben pedig a barátnői háta mögött házas, és van már 2-3 gyereke. Maybe he's that faithful that he doesn't want to me. Women hating on him. He could say he has a girlfriend, he doesn't have to say he has. You know, like why make up a lie? Mondja, hogy ha csak kamuszta volna azt, hogy házas, akkor miért nem azt mondta, hogy barátnője van? Szóval a csaj azt mondja, hogy tudta, hogy az igazat mondta, és igazából van egy felesége a csávónak. Meg mellette volt még egy barátnője, de ezek szerint nem akart még egyet rajta kívül, mert akkor már túl nagy lett volna a tumultus, tudjátok. Ő aztán tudott élni. De nem amúgy senki se csinálni ilyet soha. Ez nem szép dolog. Wait, what do I do with this though? Like, mit csináljak most? Hát kérdezd meg tőle. Tisztára ilyen, legyen ön is milliómos az egész. Most akkor vajon felhívja? Vagy pedig sem? Jó, várjál már. Kettő opciónk van, hogy felhívja, vagy pedig nem. És mi választhatunk. Ez egy interaktív videó! Na nézzük! Hívja fel, vagy ne? Menjünk arra, hogy hívja fel! Most megleptek engem nagyon amúgy, hogy ilyen interaktív ez az egész. Yeah, yeah, I have a question, and you, be honest with me? Jaj, de rosszul kezdődik ez! Bármikor, amikor valaki azt mondja, hogy van egy kérdésem, és legyél velem őszinte, abból... Sosem süllyed ki semmi, jó? Are you fucking married? Te házas vagy? Az a baj, hogy ez a csend, ez mindent elmondam úgy. Érted? Hogyha nem lenne házas, akkor egyből mondtam volna, hogy nem, dehogy is kicsim. De volt azért ott egy kis kihagyás. Are you married? Még egyszer megkérdezi. Are you... Oh my god. És kinyomta őt! Hát akkor a barátnő listáról őt most szépen lehúzta, majd lesz egy másik, de akkor is miért vannak ilyen férfiak, és miért csalja meg a feleségét? Szegény lány pedig teljesen összetört. Most kellenének a nyugtató szövegek. Te sokkal jobbat érdemelsz, nem azt a szemetet, majd megtalad életed párját. Köszönöm szépen. Pár terapeuta Robert is már itt van a házban, szóval akkor szerintem nézzük is meg a következő ilyen videónkat. Ez a beépített csaj pedig egy nagyon romantikus helyen, méghozzá egy szupermarket kellős közepén próbálja becserkészni a mit sem sejtő prédáját. A barátnője az nagyon, de nagyon feszült, pedig a csajszi szinte még csak most kezdett el vele flörtölgetni. Van egy olyan érzésem, hogy a csávot el fogjuk veszíteni. Yeah.
Are you flexing? No. You are flexing. No. We encouraged her to... Mondja a barátnője, hát ez a csajsz nagyon ki van éhezve. De értitek? Hány sort mentek már közösen együtt? Ízzik köztük egyszerűen a levegő. Nagyon, de nagyon féltékeny a barátnője. Megadja a csávó a lánynak a telefonszámát. De figyelj, még ez sem jelent a fúcs. Az a baj, hogy ebből is próbálom kimenteni a csávót. De érted, ő csak barátkozni akart. Hát most mi van ebben? De szegény barátnője pedig teljesen le van sokkolódva. Jól hallottam ezt? A Csajci már áthívja magához a csávót. Hát de most figyeljetek, egy baráti borozga. Jó, nem próbálom tovább menteni a csávót. Nagyon, de nagyon nem szép dolog, amit most tesz. Jaj, mennyire ideges a barátnője. Hát láttatok, ti is megpuszilta. Mégis miért puszil meg ezt a random lányt? Barátok. Annyira élvezem amúgy ezeket. Egyszerűen imádom az ilyen videókat. Általában ilyenkor már leszokták zárni ezeket, de nem most. Folytatódik ez az egész tovább akkor? If we didn't interfere, how far would our target go? All the way? Arra a döntésre jutottak, hogy megnézik, hogy mégis milyen messzire menne a lánynak a barátja. Hát de csak egy baráti filmezésre, egy borozgatásról volt szó. Beszélgetnének csak. Hát mi más tenne? Tisztára FBI ez már! Vannak meg nekik közös SMS-eik is, meg minden. Egy egész héten keresztül folyamatosan beszélgettek egymással SMS-ben. Ők aztán kimaxolták ezt az egészet és nem szórakoztak. De a csaj itt is mindent bevet egyszerűen, mellbedobással. Értitek? A csávó azt írta neki, hogy nincsen barátnője. Nem szép dolog hazudni, amikor otthon egy szerető barátnő vár téged. Nagyszerű, ugyanis már belefáradtam az olyanokba, akik megcsalják a párjukat. Ja, én is így vagyok ezzel, az előző barátnőm az megcsalt engem. Tudom nagyon jól, hogy milyen érzés az. Fú, mekkora hazug vagy te srác! Fú, halljátok, mik voltak itt, amiket nem rakhatok bele ebbe a videóba, ugyanis a beszélgetésük egy kicsikét elfajult, és sokkal mocskosabb vizekre elvesztek, a Csajci küldött magáról képeket, meg a csávó elküldte a micsodáját. Most pedig ott tartunk jelenleg, hogy megérkezett a lány lakásához. Figyelj oda, milyen lelkesen megy! Megbeszélték, hogy lesz majd itt egy-kettő dolog. Thank you. Figyeljétek, csak egy baráti öleléssel üdvözölték egymást. Most mi van ebbe? Nem lehet már őt egyszerűen kimenteni ebből, amiben sodorta magát. De hogy elkapta már amúgy a csajnak a derekát egyből? Hát nem kicsit van rákattanva. A Csajci pedig sütött neki, sütit is meg. Minden. Mi történik ott? Nem szabadna ilyet láttunk, haver. He is in for a big surprise. Yeah, how was that cookie? What do you... Mondja a csaj, hogy van egy apró kis meglepetésem számodra, erre pedig a hálószobájából kettő úriember megjelent. Doing here, by the way. Mit csinálsz itt amúgy, haver? Elmondja a csávónak, hogy ők
a barátnőjének a barátai, és most tesztelik le, hogy vajon megcsalná a barátnőjét. Mennyire éghet most az arca amúgy. So this is a setup? Yeah. Szóval ez egész meg van rendezve, és csapdába csaltatok? Igen, igen. Well, I didn't do anything, so... No? Nem csinált semmit, se azt mondja. Fú, te! No, you didn't, but we're kind of curious to know what you were planning on doing here. Nothing, I was just hanging out with a friend. Phil, quickly! Hát, ő csak egy barátjával lógott együtt. Nincs ebbe semmi. Persze! Meg akartad csalni a barátnődet, nem szégyeled magad? You didn't ask her to be in lingerie? És most pedig a kinyomtatott SMS-eiből olvasd fel neki, hogy ilyeneket írsz a barátodnak. In a relationship with somebody. That's fair to Chanel? Is yeah, that okay? Yeah, it's fine. Yeah? Yeah. So Chanel will be 100% okay with that. Yeah, I didn't do anything illegal, you know? No. Hogy mi? Azt mondja, hogy a barátnője semmit sem szólna, ugyanis semmi törvénytelen nem tett. Haver, oké, hogy nem illegális megcsalni a barátnődet, de attól még egy nagyon-nagyon gerinctelen dolog. És egy normális ember nem tesz olyat. Is waiting for him outside. Oh yeah, you better come outside, mother... Ne! Megy ki az épületből, és ott várja előtte az ő ex-barátnője, aki most dobta ki őt. Pedig az előbb még nagyon azt mondta, hogy a barátnőit nem zavarná. És akkor ennyi is lett volna ez a videó. Ez szomorító amúgy, hogy ennyire nem hűséges valaki a párjához. Én annyira szeretem az ilyen videókat. Remélem, hogy ti is, és hogy ti is jól szórakoztatok velem együtt. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, plusz a webshopom is, firmitas.hu, ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!